20 fős a kutatócsapat, főleg biológusok, és ezen belül etológusok, de van, aki genetikával, illetve idegtudománnyal foglalkozik, és van köztük állatorvos és pszichológus is, és minden évben nagyon sok internship hallgató csatlakozik hozzánk külföldről. Az a célunk, hogy a kutyák kognitív öregedését vizsgáljuk, háromféle megközelítésünk van. Az egyik az az, hogy viselkedés szempontból nézzük, hogy az öregedés során például a memória meg a tanulási képességek hogyan változnak. A másik irány az genetika, illetve molekuláris biológia, a harmadik irány pedig idegtudomány. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy az agy funkciójában milyen változások történnek, az agy működése az hogyan változik, illetve építettünk egy kutya szövet és agybankot, és ez a gazdáknak a felajánlása alapján működik ugyanúgy, mint egy humán agybank, és ennek a segítségével akár a strukturális változásokat is tudjuk nézni az agyban. Nagyon sok a párhuzam a kutya és az ember között. A mi kultúránkban az társadalom öregszik, tehát egyre nagyobb az idős embereknek az aránya, és ez a kutyáknál is így van egyébként, mert hogy elég komoly állatorvosi ellátást kapnak, és nagyon, nagyon jó a táplálkozásuk is. Ezért ők is hosszabb ideig élnek, mint pár évtizeddel ezelőtt. Tehát a kutyát az emberi öregedés modelljeként tudjuk használni. Nagyon sokat dolgozom otthon, meg nyaralás közben, gyakorlatilag nem nagyon tudok fölidézni olyan napot az elmúlt években, amikor nem dolgoztam volna. Ehhez a családom hozzászokott, tehát ott ülök közöttük a laptoppal, elérhető vagyok, tudom, hogy ők mit csinálnak, ők is. Tehát részt veszünk egymás életében, és ez így működik, hogy a kettőt nem próbáljuk meg elválasztani. A kutatás az nem egy fáklyás menet, az egész szakmáknak az a magja, hogy kritizáljuk egymás munkáját, mert így halad előre a tudomány, tehát arra vagyunk kondicionálva, hogy észrevegyük egymás munkájában a hibákat. És ez nem könnyű bírni, én azt gondolom, egyikünknek sem, és amikor mégis sikerül egy pályázat, vagy nyerünk egy díjat, akkor ez egy nagyon fontos elismerés, hogy oké, tényleg jó irányba megyünk, ez a csoport most jó irányba halad, és amikor ezt az ember akadémikusoktól kapja, akik tényleg tettek már le valamit az asztalra, és tudják, hogy mi az, hogy kutatás, akkor az egy nagyon fontos megerősítés. És a másik az egy díjjal kapcsolatban, hogy kinyit egy csomó ajtót. Tehát, hogyha ezután támad egy ötletem, és a nagy pályázatok is ilyenek, és megkeresek valakit, akkor nagyon komolyan számíthatok rá, hogy nem utasodj el, és hogy elkezdhetünk utána együtt dolgozni, mert sokkal komolyabban vesznek egy ilyen elismerés után.